Polgármester úr, tegnap a képviselőtestület több közérdekű témában is határozatot hozott. Az egyik a Póluszkóp kapcsolata a várossal. Gyakorlatilag miről is szólt ez a határozat? Ez lényegében a városközpont átépítése, és abban a Póluszkóp szerepéről szól ez a megállapodás. Ugye a Póluszkóp az egy igen jelentős ingatlan tulajdonos, a legnagyobb arányú tulajdoni hányada van a szolgáltató házban, ami itt a Városháza mellett található, ez a ronda épület. Aztán ugye a Horizontot, azt mindenki tudja, a Zenit ABC az szintén az ő tulajdonukban van, és a Vásárcsarnok és a Vásárcsarnok melletti terület egy jó része is az ő tulajdonukban van. Tehát ennek a hármas egységnek a felújításáról, rekonstrukciójáról, és a közöttük lévő közterületekről szól ez a megállapodás. Tehát akkor nem igaz az, hogy a város le akarja bontani a Zenitet, hiszen sikerült megállapodni, és fel fogják újítani a Zenit ABC épületét is. Tehát most egy olyan szakaszban van az ABC-nek a rekonstrukciója, hogy inkább a átépítés mellett voksolt mindenki. Ugye nem vagyunk megelégedve, Póluszkóp se, meg mi se, az épület jelenlegi állapotával. Ezért megmagasítjuk, hogy úgy mondjam, és új funkciót is fog kapni, mert egy ilyen utcai árusítási egység is csatlakozik majd ehhez az épület együtteshez. Meg az előtte lévő tér az átalakul. Megszűnik a parkoló, és ott egy tér lesz, tehát az egy igen jelentős változást fog a Zenit ABC életében hozni. Némi nosztalgiára is okot fog adni a változás, hiszen egy lett fal fel fog kerülni oda a Zenit ABC közelébe valahova, ami régen volt egy fényreklám, ami úgy tudom polgármester úr nevéhez fűződik, ez ennél komolyabb valami lesz. Hát ez a mai kornak megfelelő alkotás lesz, ugye az akkor itt az egy kezdetleges valami volt, de akkor élenjáró volt, és a kollégáim, illetve Pogány Boton, a Videoton akkori mérnöke segítségével hoztuk ezt létre. Tehát sokan szerették, és fontos információkat küldött. A mai az ugye már a mai kor technikáját fogja tükrözni, és remélhetőleg az alkaiak megszeretik majd. Ezen a fényreklám, illetve LED falon akár azt is megnézhetik az ajkaiak, hogy fog átalakulni a belváros, hiszen a tornapatak is elkészül, a tornapatak medre is szabályozva lesz, hogy ne fordulhasson elő ilyen riadalmat keltő alkalom, mint ami most volt a napokban, illetve az elmúlt hetekben. Nagyon jó ötlet, erre még nem gondoltunk, úgyhogy köszönöm a szerkesztő úrnak, hogy erre fölhívta a figyelmemet, mert még ott egy külön bemutatót akartunk tartani, de ez jobb, mert ez folyamatosan tudja tájékoztatni az érdeklődőket. Úgyhogy igen, hát akkor ilyenekre is fogjuk majd használni, mert ki is adom akkor az intézkedést mindjárt a beszélgetés után. Egy kicsit mondaná erről a tornapatak rekonstrukcióról, hogy mi is lesz ez? Tehát ugye itt az esőzések valóban bebizonyították, hogy a városon áthaladó tornapataknak ez a szakasza, tehát ami a Csingeri utcai hídtól a művelődési házig tart, egy ilyen régi szátfalas megoldás, egy ilyen meredek falu építmény, ez leszűkíti a pataknak a vízhozamát, mert nagyon szűk, tehát ha feljebb nézzük Kislőd irányába, illetve ha lejjebb nézzük, akkor is nagyobb a meder mindenütt, és jóval több víz tud elfolyni. Ezen a szakaszon meg kevesebb víz tud elfolyni, tehát ezt a szakaszt ezt át kell építeni. Erre a terveket el is készítettük. Jó, drága volt, de megvan. Megvan, és jövő tavasszal hozzáállunk, hozzá kezdünk ehhez a munkához. Hát ez nagyon nagy munka lesz. Ugye 70%-kal megnöveljük a meder kapacitását, az egy óriási szám, hát remélem többet nem fordul elő, hogy itt a víz kilép tervszerűtlenül a medréből. És ha már egyszer hozzányúlunk, akkor ott a környezetet is átfogjuk. Azt gondolom, az a helyes kifejezés, hogy nagyon át fogjuk építeni, hiszen a hotel mögötti területre bevezető hidat azt elbontjuk, és egy körforgalom lesz a rendőrség mellett, és a körforgalomból vezetjük be a hotel mögötti területre
a forgalmat, ott viszont egy új hidat fogunk majd építeni, és itt a megszűnő híd, illetve a Csingeri híd közötti szakaszon mindegy 100 méteres hosszban meg egy tavat fogunk építeni, ami kikapcsolódást, pihenést hát jelent, szolgál majd, és hát ott zuhatag is lesz, tehát a zuhatagnak hangja is lesz, tehát aki ugye szereti a vizet, már ilyen módon az élvezni fogja, vagy élvezni tudja a víz csobogását és annak a zuhanását. Akkor akár a gyerekek is lógathatják majd a lábukat a tóba, viszont el kell nekik valahogy jutni, és akkor így vissza is tértünk a Zenit ABC-hez, és az ott található gyalogátkelő helyhez, ami elég nagy problémát okoz itt a városba, hogyha zöldet kapnak az autósok, sokszor beáll a sor, hogyha átengednek ott egy-két gyalogost. Itt lesz egy lámpás kereszteződés a gyalogosoknak. Így van, tehát ugye, ahogy mondtam, az a parkoló az megszűnik, és park lesz, de a parkon átvezetést biztosítunk a gyalogátkelő helyhez. Nem kell Z-alakban megközelíteni a sétáló utcáról a gyalogátkelő helyet, hanem egyenes vonalban lehet ezt megtenni. És ugye ez a mostani, ez nem jó, hogy hát tulajdonképpen bármikor áthaladhat a gyalogos, mert ez viszont a közlekedést, tehát az autós közlekedést akadályozza. Ugye sokat fejlődött egyébként az udvarias közlekedés Ajkán is, és ha egy gyalogos ugye már megközelíti a zebrát, akkor szinte azonnal megállnak, de ez azt jelenti, hogy mindig megy arra valaki, akkor mindig megállnak, és akkor fel tud torlódni a forgalom a Csingeri úti szakaszon. Attól persze, hogy lámpát építünk, attól még felduzzadhat a forgalom. Én tartok tőle, hogy ezt néhány évig így próbálgatjuk. Hát az lenne jó, ha közben a tehergépjármű forgalmat meg át tudnánk terelni a kis elkerülő szakaszára, ami ugye Bakony-Gyepes felől, ha jövünk, akkor a Pothof mögött és a szennyvíztisztító mögött haladna a kis elkerülő, és a Suzuki Kovácsnál jön neki. És onnan meg az erőmű Tímföldján megközelítése már egy külön útszakaszon történne, tehát ha ezt meg tudjuk oldani, ez egyébként reális, ezt el lehetne írni, akkor itt a városközpontban az így kialakított gyalogátkelőhely működni tudna. Ha ezt nem tudjuk megvalósítani, akkor sajnos fennáll a veszélye annak, hogy újabb torlódás keletkezik, és akkor kell egy másik megoldást keresni. Ha már annál a résznél tartottunk, a nézőink többször jelezték nekünk, hogy ott az Aldival szembe földkupacokat látnak, és el nem tudják képzelni, hogy miért kell azt ott összegyűjteni. Mi készülött? Tehát ugye Ajka az egy medencében helyezkedni kell, mélyen. Tehát a tengerszint fölött vagyunk, de azért a környező terepviszonyokhoz képest azért mélyen vagyunk, tehát itt általában a feltöltés, az építési mód, tehát tölteni kell, hogy az épületeket létrehozzuk. Most ha valaki földkupacot lát, ugye a földkupacnak, mint minden szónak a világon, vagy minden fogalomnak, annak többféle értelme van. Van pozitív értelme is, meg negatív értelme is. Itt a földkupac pozitív értelmű kifejezés, mert a földkupac az építkezés megkezdését jelzi. Tehát azért van ott földkupac, mert feltöltés van, és építkezés következik. Mellestek, ha az illetőt ez a földkupac zavarja, akkor mit fog majd szólni ahhoz, hogy a Sport utca másik oldalán, tehát a Pályer oldalán, ott a következő hetekben ott több földkupac is fog majd keletkezni, mert ott is megkezdődik majd az építkezés, és a Gyepesi út mentén más út is építkezések lesznek. Tehát tulajdonképpen azt javaslom, hogy a földkupac, mint kifejezés pozitív tartalmát sajátítsuk el, és akkor elégedettebbek lehetünk, mintha a földkupac negatív megközelítésével próbálkozunk. Azt gondolom, hogy sokan elégedettebbek lettek attól is, vagy lesznek attól is, hogyha megtudják, hogy változott a parkolási rendelet, és bizonyos napokon nem kell majd fizetni a parkolásért, ami nem csak szombat, hiszen a munkaszüneti napokat megelőző nap lesz az, amikor nem kell majd fizetni. Többek között erről is határozott tegnap a testület, és ha jól emlékszem, ezt teljes egyetértésbe fogadták el. Igen, ez egyhangú döntés volt. Tehát ugye a parkolás az mindig egy
eszköz a célok elérése érdekében. Tehát most a városközpontot szeretnénk látogatottabbá tenni, hogy keressék fel a városközpontot. Egyébként is keresik, mert ugye hivatali ügyeket intézni leginkább itt lehet, itt van a földhivatal, a posta, stb. Gyógyszertárak, üzletek találhatók, a rendőrség is. Tehát, hogy ez ne okozzon olyan kemény felfájást, mint ahogy ezt sokan gondolják, ezért enyhítünk a parkolásnak a rendszerén. Hangsúlyozom, hogy ez most az első ütem. Még ebben az évben hozzákezdünk egy második ütemhez. Lényegében ezt a célt, amit az előbb elmondtam, úgy valósítjuk meg, hogy humanizáljuk a parkolást. Tehát a humanizálásnak az a szakasza következik, amikor a munkaszüneti napot és a munkaszüneti napot megelőző napot ingyenessé tesszük, de ezt nem csak a szűken vett belvárosban, hanem a parkolás teljes területén. A városközpontra vonatkozó humanizálás az az, hogy a 250 forintos piros zónát az 220 forintra szállítjuk le, tehát ez benne a humanizálás. És ahogy mondtam, még ebben az évben, még pontosan nem tudom megmondani melyik testületi ülésen, további olyan lépések várhatók, amelyek segíteni fogják az ajkai lakosság parkolási lehetőségét. Abba gondolom nem gondolkoznak, hogy eltöröljék a fizetőparkolást, hiszen pont azt a célt fordítanánk vissza, ami megkezdődött, hogy valahol szabályozzuk a forgalmat a városba. Hát ugye nekem is tegnap meglepetés volt, amikor ugye az egyik képviselő, aki korábban abszolút parkolás ellenes volt, elismerte a parkolás forgalomszabályozó szerepét. Hát ez óriási dolog. Ugye tizenvalahány éve vezettük be a parkolást, tehát ennyi idő kellett, hogy valaki elismerje ennek a szabályozását. Hát ez nagy vívmány. Én azt gondolom, hogy ez felelőtlenség lenne ilyet kijelenteni. Szabályozott formában élünk, az életünket sokféle szabály írja elő, de hát a szabályokkal együtt kell élni, csak nem mindegy, hogy a szabályok azok milyen súlyúak. Most egy kis enyhítésre lehet számítani, és azt gondolom, hogy ez az ajkai lakosság érdekében történik. Ha már az ajkai lakosság érdekénél tartunk, mostanában egyre nagyobb felháborodás van megint a városban, hogy rengeteg korom hullik a nyakunkba. Mit tudunk erről? Hát ugye én is azok közé tartoztam, akik örültek a tulajdonváltásnak, és ennek érdekében léptünk is, hiszen már akkor tárgyaltunk a Veoliával, amikor még nem is voltak ajkán, nem vették birtokba az erőművet. Ugye az erőműnek az előző tulajdonosai meg a vezetői hát rá se bagóztak az itteni helyzetre. Ugye ismerjük a kacatos Frici lépéseit, már nem kívánok én se vele foglalkozni, adjuk át inkább a molyos múltnak. Viszont az új tulajdonosok határozott szándéka volt, hogy ezt a jelenlegi rendszert megújítják. Akkor is felhívták a figyelmünket, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni. Ugye egy-másfél évet jelöltek meg itt a változásnak tehát olyan érzékelésére, ami már emberi érzékszervekkel is valóra válik, tehát szemmel, kézzel tapinthatóan tudjuk mondani, hogy változás következett be. Most ez még nincs meg, ez még nem is. És hát ugye itt a nyári szüneteket követően újra belepte a várost a korom. Én több ízben is beszéltem az erőmű igazgatójával, és ő minden nap, amikor ezt észleljük, hiszen magam is figyelem, hogy melyik kémény füstöl, ugye amikor reggel fölkelek, akkor kimegyek az erkélyemre, és megnézem, hogy melyik kémény füstöl. És akkor a jobboldali kémény füstöl, akkor tudom, hogy a 11-es, 12-es kazánból származik a probléma. Ha a baloldali kémény füstöl, akkor a 8-as, 9-es, meg a 10-esből származik a probléma. És jelzem az igazgatónak, aki ugye nem mindig van, hogy melyikkel van probléma, de mondja már meg, hogy mi a probléma. Hát különböző válaszokat kaptam, és kérik, hogy legyünk türelmesebbek. Ugye én is azt szeretném kérni a lakosságtól, hogy legyünk türelmesebbek, még nem járt le az az idő, amit ők vállaltak, és dolgoznak rajta. Magam is meggyőződtem az erőművel, többször jártam, hogy valóban dolgoznak
a fejlesztéseken és új megoldásokat próbálnak, nagyot változott belül az erőmű. És adjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezt tudják valóra váltani. Ugye az ezévi teljesítésük az már közel áll, ugye 800 milliót vállaltak ebbe az évbe, a következő évben meg 2 milliárdot. Biztos vagyok benne, hogy ezt meg fogják valósítani. Hát ugye az előbb azt mondtam, hogy a múltat adjuk át a molyoknak, de hát más szemlélet. Más szemléletű az erőműnek a mostani vezetése, és a nagy Veolia vezérigazgatója, és a vezérigazgatóság is más szemléletű, mint amit mi korábban Ajkán megkaptunk. Úgyhogy én bizalommal vagyok irántuk, és arra kérem a lakosságot, hogy tényleg kellemetlen, kétségtelen, hogy kellemetlen és bosszantó, de hát bírjuk ki még egy kis ideig, és biztos vagyok benne, hogy ez a kérdést aztán kipipálhatjuk, hogy ez megvan oldva.